Három éve volt az, amikor a Falicsi Vitorlázó Klubbal, amint a kert tagsága rájött, hogy nagy az együttműködési potenciál. Az együttműködési potenciál pedig abból indul, hogy úgy a Palicsi Vitorlázó Klubnak, mint a kertnek nagyon sok előnye és pozitív oldala van. A Palicsi Vitorlázó Klub esetében kiemelném azt, hogy nekünk nagyon jó vitorlázási feltételeink vannak, jó edzőink vannak, és kimagasló eredményeket elérő versenyzőink vannak. Ugyanakkor a kert részéről pedig az együttműködés onnan indult, hogy nagyon jó szakembereik vannak, úgy a sporttudomány, mint az egészségtudomány és az egészséges életmód területén. Ez a terület sokkal előre haladottabb Magyarországon, úgyhogy nagyon sokat tudunk tanulni tőlük, és valójában a lényege projektnek az, hogy kihasználjuk másiknak a tudását, illetve hogy együtt működve fejlődjünk és népszerűsítsük úgy a sportot, mint pedig az egészséges életmódot. Pár évvel ezelőtt a kollégámmal jártunk itt Palicson, és akkor megint így picit már szakmailag is beleszerelmesedtünk. Láttuk a lehetőséget, láttuk a picit kihasználatlan infrastruktúrát, ami régen gyönyörű volt, és most meg valamit kezdeni kéne vele. Ez volt az egyik ilyen gondolatébresztő. Ugye a társaság az alapvetően a Kelet-Európát képviseli, és Vajdasággal egyébként is jó kapcsolatunk van. Ezért gondoltuk, hogy mi elég jó humán erőforrással rendelkezünk szakmailag, tehát hogy az edzés elmélet, az egészségfejlesztés terén nagyon sok jó szakember az ernyünk alatt rendelkezésünkre. A projektnek az első része Magyarországon fog megvalósulni. Vajdasági vitorlások és edzők fognak idejönni különböző képzésekre és edzőtáborokba. Konkrétan két edzőtábor lesz fiatal verseny, edzők részére, valamint két rendezvény lesz, amikor edzők fognak átjönni különböző előadásokra, képzésekre, és az ötödik magyarországi esemény pedig a versenyszabályok ismertetése úgy a vajdasági edzők, mint a versenyzők részére, ami nekünk nagyon fontos, mert ilyen területen is Magyarország sokkal fejlettebb és előrehaladottabb. A második rész pedig nálunk Palicson fog megvalósulni, ez pedig különböző szintén rendezvények szervezéséből nálunk 3 héten át vitorlásiskola lesz, 2 edzőtábort fogunk szervezni, valamint a projekt keretein belül pedig egy verseny is meg fog valósulni, ahol a nyár folyamán elsajátított tudását tudják majd a fiatal vitorlások kipróbálni. Hát ugye Szeged is, itt a Tisza, mint a Fő utca, sokszor halljuk, de szerintem még nincs kihasználva, és ezért is gondoltam, ezt kifejezetten nem csak ilyen sport, hanem rekreációs jelleggel gondoljuk. Tehát, hogy ezért is tartunk edzőképzést, és ezért is tartunk majd versenyzőknek képzést, hogy utána ezt a tudást, amivel felvértezzük őket, tovább tudják adni. Tábor formájában lesz, és ugye ugyanúgy a vajdasági oldalról és a mi oldalunkról is várunk rá jelentkezőket. Éppen ezért egy abszolút a határtól független, inkább regionális fejlődést várunk ettől a programtól. Azt hiszem, hogy ez a sportág azért csodálatos, mert hogy ez kortalan, és erre törekszünk is az oktatás során. Tehát, hogy a fiatalokat is megszólítjuk, de nem kötelező célcsoportként, hanem azért, mert nyilván ők utána tovább tudják adni, de maga a sportág, ez nyugodtan egy fiatal, egy idősebbből is ezt tudja mívelni, úgyhogy ennek a szépségeit próbáljuk, és persze a veszélyet és a fontosságát, és az alapvető szabályokat, ami nagyon fontos, hiszen azért a víz egy veszélyes közeg.